Boldog karácsonyt kívánunk, ez a Weekend december 25-én. A mai műsorban a halászlé és a beigli kísérőjeként igyekszünk önöknek egy kis kikapcsolódást nyújtani. Már is kezdjük a műsort méghozzá nyereményjátékkal. A múlt heti kreatív műhelyben Barta Bence kollégám készítette ezt a csodát, meg is mutatom önöknek. Bármennyire is hihetetlen, ez egy gyertyatartó. Nagyon értékes nyeremény, hiszen úgy készült, hogy vért izzadt Barta Bence. A kérdésem remélem egyszerű, pláne, hogy már pár pillanattal ezelőtt segítettem is önöknek. Mi a barkácsolós műsorblokkunk címe? Tippeket küldhetnek a megfejtéskukac.kölcsei.tv.hu-ra, valamint telefonszámunkra is, alább láthatják. Vendégem pedig már itt van a stúdióban, Fazekas Barbara alias Fruzsi. Szia, Fruzsi! Szia! Nos, hát Rubik kocka őrület, ez még szerintem mindig tart világszerte, és nagyon sokan vannak, akik feladják pár perc után, de nagyon sokan a rabjaivá válnak, nagyon sok Rubik kockát hoztál ide a stúdióba nekünk, nem csak a 3x3-as standardet, hanem már ilyen profi szintekig elnyúlik ez a mesterség nálad is. Fruzsi, mesélj arról, hogy a Rubik kockát egyáltalán kitalálta fel, jó, oké, persze tudjuk Rubik Ernő, de hogy mi is ennek a története, mi az, ami számodra is érdekes volt annak idején, amikor megismerkedtél ezzel a játékkal? Hát először azért hozták létre, hogy egyetlen forgatással úgy lehessen létrehozni egy új helyzetet a kockán, hogy nem kell szétszedni. Uh-huh. És az elődje egyébként 1878-ban találta fel Sam Lloyd egy 15-ös tologatós rejtvényt. Uh-huh. Majd Rubik kocka lett a neve, átnevezték bűvös kockát Rubik kockával, Rubik Ernőről kapta a nevét. Ez 1980-ban történt. Gondolom ez azért volt, mert hogy Rubik Ernő volt az, aki bejegyeztette, tehát szabadalmaztatta ezt a logikai játékot lényegében. Térbeli logikai játékként nevezte ő elő a szabadalmaztatásában. 1975-ben adta be az igényét a szabadalmaztatásra, viszont csak két évvel később, 1977. december 31-én kapta ezt meg. Azt tudom, hogy ha elforgatjuk ezeket a játékokat, akkor valami hihetetlen számú variáció lehet. Ezt te tudod, hogy igen, mennyi? Több mint 43 trillió. Úristen, ez szinte felfoghatatlan. Tehát 43 trillió féleképpen lehet elforgatni. Teljesen más a metódusa, a működése és a logikája mondjuk a 3x3-asnak és a mondjuk a 7x7-esnek? Hát, mivel páratlan számú a 3 és a 7, annyira nem nagyon, viszont a párosnak a 4x4-esnél például annak már más a logikája. Ugyanúgy úgy kezdjük el kirakni, ugyanúgy, hogy a közepeket, aztán a széleket. Tehát a hármasnál is, meg a négyesnél is így kezdjük. Tehát igen, először a közepét megpróbáljuk akkor. Igen, hogy megcsináljuk azt, hogy 3x3-as legyen, majd a széleiket, hogy egy old, egy kocka, még egy, és még egy. És akkor úgy lesz, mint a 3x3-as. Viszont ez azért nehéz a 4x4-es, mert nem fixek a közepek, mert nincsenek közepei látni. Te mikor ismerkedtél meg ezzel a Rubik kockával, és mennyire vagy fanatikus, Fruzsi? 16 éves koromban vettem az elsőt, még egy barátnőmmel játszottunk, még középiskolában, így szórakoztunk azzal, hogy kirakja ki gyorsabban. Majd amikor én megkaptam az 5x5-ös kockát, ő az, egyik születésnapomra, 17. születésnapomra, akkor abba hagytam a profi kirakási módszer tanulását, és mentem tovább a nagy kockákra. Hát nyilván magamtól jöttem rá, hogy akkor hogy rakjam össze itt ezeket, hogy kijönjön a 3x3-as kinézetre.
És akkor utána tovább tudtad fejleszteni azt, hogy az 5x5-ös hogyan kell kirakni. Na most szögezzük le, én nem tudom kirakni a 3x3-as sem, szerintem még a 2-esnél is leragadnék teljesen. Lehet, hogy nem szeretnéd. Egy tök egyszerűen 3-at vagy 4-et fordítok rajta, te kirakod közben? Vagy ez nagyon bonyolult? Jaj, de nem közben nézed. Mennyit forgatom? 2-t? 3? 4? Énnél többet forgassak? Na, jó na, így. Jó így, jó így. Na megpróbálom akkor, tessék. Fruzsi, próbálj jó, meg. Hogy én, nekem már ez is nagy kihívást jelentene, hogy ezt a, nem tudom, 4L forgatást így megpróbáljam kirakni. Tehát nem is tudnám visszaidézni, hogy hogyan csináltam. Mennyire könnyű amúgy elsajátítani magát a kirakási metódust, meg logikát? Egyébként ez így nem volt, hogy 5 forgatást kaptam, mert így most megpróbáltam ugyanúgy visszaforgatni, és akkor így most pont a fehér került alulra, tehát úgy szoktam kezdeni, hogy a fehér van felül. De akkor ezt így most meg lehet csinálni ezt is. Ezt így behelyezem. Lényegében én 4-et vagy 5-öt forgattam rajta, és te 28-ot fogsz visszapörgetni, mert hát, más alapján kezdted el csinálni. Amúgy elmondom közben a nézőknek, nyugodtan csinálhatod közben nyugodtan, hogy amikor beszélgettem veled telefonon, akkor azt mondtad, hogy a rekordokról ne nagyon beszéljünk már, Vivien, mert mindenki arról beszél, inkább a kirakásról, a technikáról beszélgessünk. Amúgy én utána néztem, 2015-ben egy tinédzser, azt hiszem amerikai srác hihetetlen rekordot állított fel, valamivel több mint 5 másodperc alatt rakta ki a Rubik kockát. Nekem 5 év alatt sem sikerülne ez. Látom amúgy, hogy tényleg így elkezdődött már az alak visszanyerése. A fehér az most már megvan. Mindig, tehát az a lényeg, hogy mindig egy oldalt, egy adott szint megpróbálsz kirakni, és akkor onnantól gondolod tovább? Nem, hanem most elkezdtem ugyanúgy, mintha a fehér lenne felül. Neki először a felső sort, de szerintem sokan ismerik, hogy kirakom először a keresztet. Igen, tehát a keresztnek meg kell lennie, mondjuk keresztben van a sárga. Igen, aztán behelyezem a sarokkockákat és az élkockákat, aztán pedig különböző algoritmusok vannak, hogy haladok tovább. Mennyire nehezek amúgy tényleg ezek az algoritmusok meg lehetősége? Rá kell, hogy álljon a kezünk, mert meg is kell tanulni, tehát vannak angol betűjelzésekkel, például R, U, R vesző, F, L2. Ez az F az a velünk szembe, és mindig az óramutató járásának megfelelően forgatunk. Tehát az F a velünk szembe, akkor erre, mert erre van az óra, az L az a bal. Igen. Az R a right, mert jobb. A down az a felül, az a felső sor. És akkor az U az a felül, down az alul van, és akkor így különböző betűjelekről tudunk tanulni. Tehát az a lényeg, hogy amúgy manapság egyrészt könyvekben, interneten bárki megtalálhatja ezeket, és akkor meg kell tanulni először is ezeket a betűket, hogy mi mit jelent, és akkor el lehet sajátítani a kirakási lehetőségeket lényegében. De látok itt nem csak 3x3-as vagy 4x4-es kockákat, hanem sokkal több lehetőségek vannak. Hányszor hanyas ez a nagy? A legnagyobb az 8x8, de igazából az van, hogy a 3x3-asnál egy idő után megtanulom, és egy 3 nap után én meguntam. Ezért kaptam az 5x5-est, és ott már kellett gondolkodni, hogy akkor hogy is rakjam össze ezeket, meg ezekre úgy nem is találtam algoritmusokat, csak azt tudtam, hogy ezeket a közepeket ki kell rakni, de ugye ezek nyilván össze-vissza vannak, és ki kell gondolni. Minél nagyobb a kocka, annál részesebb. Amúgy azt mondtad, hogy ezt a 4x4-es kockát beállítottad nekünk, mert ugye a 4x4-es kocka kicsit azért bonyolultabb. Hogyha a nézők látják most, akkor lényegében a sarkoknál van mindig a kakukk tojás, beállította úgy nekünk itt is Fruzsi, hogy lássák önök, hogy amúgy ki van rakva szinte mindegyik oldal, csak ezek azok, amik ilyen frányán meglettek kavarva. Ez egy ilyen logikai bukfenc, ezt már így meghalnék, hogyha meg kellene csinálnom, ezt hogyan lehet innentől akár, nem tudom, 3 forgatásból kirakni? Három az még nem nagyon, de ez azért került ide 4x4-es, mert ugye ez páros, és csak a páros számú kockáknál lehetséges az, hogy a végén kialakul egy lehetetlen helyzet, vagy az, hogy átlósan van vele szemben rosszul a kocka, vagy egymás mellett. Na most ezek kicsit bonyolultak, mert ugyanúgy kezdjük mindkét helyzetet, felülforgatunk 2-t. Nem szeretnék nagyon kapkodni, mert többször csak esett nyugodtan, már szét. Nyugodtan. Még van időnk. Igen, és akkor
L-O vesző. Most ilyen hihetetlen, hogy így tudod fejből, L-O-R vesző, ilyeneket mondasz közben. Én meg ámulok, bámulok, hogy azt se tudom, hogy mi történik, mert konkrétan nekem nagyobb a káosz, mint ahonnan kiindultunk. Ugye nekem nem áll rá az agyam ilyen könnyen, mint neked, aki már évek óta foglalkozó Rubik kockákkal. Pillanat. Csak nyugodtan, eltekerted? Igen, de... Figyelj, visszatekerni bármikor vissza lehet. Igen, most el leszek vele. Ez hihetetlen. Egy biztos, nem tudsz rávenni, Fruzsi, hogy a 7x7-es vagy 8x8-as Rubik kockát megpróbáljon kirakni, bár mondjuk tényleg ismerkedni lehet ezekkel a lehetőségekkel, különböző dolgokkal, és azt nézem, hogy néha amúgy akad is, tehát ezeket gondolom szilikonzni, vagy olajozni kell, vagy hogyan kell néha azért kordában tartani azt, hogy ezek jól forgatható kockák maradjanak. Jó, megvan egyébként, pont az algoritmus nem jött ki, mindegy, de kiraktam. De legalább sikerrel végződött ez a dolog. Meg helyre rakódtak, igen, nem mindegy, az lényeg, hogy ezek lehetetlen helyzetek, és akkor a... A páros számú kockáknál lehetséges. Én köszönöm szépen, Fruzsi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amíg te kirakod, én mondom önöknek, hogy karácsony sosem múlhat el karácsonyi zene nélkül, ezért úgy gondoltuk, hogy egy fiatal tehetséges leányzót kérünk fel arra, hogy énekeljen nekünk itt a stúdióban. Bogár Petra következik, majd gitáron kíséri Kós Kristóf. Sár helyett megjött a hóesés, és aki égre néz a szemét, nem tudja nyitva tartani, mert a hó vastagon kavarog. Ez végre az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarog. Végre az, amit akarok. Vasárnap délután, és semmi lárma nincs, csak neszek, és gázolsz kristály szőnyegen. S ahhoz, hogy így legyen, várnom kellett nekem sár helyett, nagyon kívánni hóesést. Hát megjött, gazdagon kavarog. Ez egyszer az, amit akarok. Végre az, amit akarok. Eljött is, gazdagon kavarog. Gazdagon kavarog, ez egyszer az, amit akarok. Végre az, amit akarok. Eljött is, gazdagon kavarog. Na 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 na.
Kós Kristóf kísérte gitáron Bogár Petrát, aki átsuhant, és már itt ő velem szembe. Szia! Hello! Azt a kis szösszenetet fogják látni hamarosan a nézők egy ilyen felirat bannernál, hogy a tehetség nem egy szféra rabja. Gondolok itt arra, hogy te nem feltétlenül csak énekléssel és zenével foglalkozol, hanem rengeteg mindennel. Számomra egy ilyen művészeti polihisztor vagy, ilyen fiatalon is, tudom, hogy ilyen magaslatokban beszélek már most rólad, de tudnia kell a nézőknek azt, hogy te nem feltétlen csak a művészetek különböző ágaiban jeleskedsz, hanem a matematikában is, ami számomra teljesen meglepő, mert hogyha valaki mondjuk a zene meg a művészetek iránt rajong és esetleg tehetséges is benne, akkor leginkább a humán beállítottságra gondolunk, és nem feltétlen az, hogy úristen a reáltantárgyakban ügyes vagy jó. Mesélj ezekről, hogy egyáltalán hogy jön a te életedben ez a kettő össze? Hát ugye egyébként régen nem voltam ilyen jó matematikában, én sem, tehát nem ment ez ilyen egyszerűen. De volt egy nagyon jó matek tanárom később, és miatta sikerült egyébként, és mai napig nagyon köszönöm neki, mert nagyon megszeretette velem a matematikát. Olyannyira amúgy, hogy te továbbtanulás előtt állsz, és kacérkodsz azzal a gondolattal, hogy esetleg ilyen irányba menj tovább tanulni, ugye? Igen, építőmérnökire szeretnék menni. Ez a legjobb talán, hogyha nem sikerül. Ez azt jelenti, hogy csak hobbi szinten szeretnél foglalkozni a zenével és társaival? Semmi esetre sem egyébként. Tehát, hogyha lehet, akkor inkább azzal. Az ilyen bioalternatíva amúgy. Tehát annyira nem izgat engem a matematika világa, hogy az legyen, inkább a színészet és az ének. Pont ezt akartam mondani, hogy nem feltétlenül csak az énekről van szó, hanem persze. Te egy ilyen színi osztályba jársz. Pontosan milyen tagozat ez? Dráma tagozat. Milyen eredményeket értél el mondjuk a zenei téren és színjátszói szférában? Mire vagy leginkább büszke? Igenis mondhatod nyugodtan, nem tartunk majd egoistának, erre büszkének kell lenni. Hát zenében talán most voltam Kilincs Fesztiválon, és ott harmadik helyezett lettem. Kilincs Fesztivál, mi ez? Kilincs Fesztivál az egy olyan fesztivál, amit a Kimi rendez. A Kimi az a sulinkat támogató ilyen szervezet, és hát egy ilyen verseny volt. Összegyűlnek az iskolák, művészeti iskolák, kimis iskolák. Egyébként ugyanez az ODT is, ami szokott lenni, és az is ilyen kimis fesztiválnak mondható. És hát ugye itt a diákok, diákszínjátszók versenyeznek az ODT-n, a Kilincsen is, és ott prózában, énekben, drámában, tehát ilyen kis előadásokban lehet vetélkedni. De ez inkább a csapatról, az osztályról szólt leginkább. Vannak esetleg egyéni eredményeid, vagy már szárnypróbálgatásaid? Hát még annyira így nem, tehát így az iskolán belül csináljuk inkább ezeket a dolgokat, tehát minden a suliba, tehát nagyon egy álomvilágban élünk, ezt sokszor mondják egyébként, mert nagyon védenek minket, és így nem nagyon engednek ki, úgyhogy inkább bent vagyunk az iskolában, és ott így zenélgetünk, vannak ilyen ki mit tudok iskolán belül, hát azon így helyezések, de hát hogy most azok milyen helyezések, azok más. A matematika eredményed akkor pár évvel ezelőtt nem volt olyan jó, most szépen feltornáztad, ez az irány akkor az egyetem főiskola terén tartva marad. Mikor jöttél rá amúgy, hogy téged érdekel mondjuk a zene és a színészkedés? Tehát ez a tipikus olyan mondattal kezdődik majd, hogy már 3 éves koromban tudtam, hogy színésznő akarok lenni, vagy azért később alakult ez ki? 4 éves koromban. Oké, egy évet tévedtem. 4 éves koromban mondták sokszor, hogy hát lehetne ebből a gyerekből ez meg az, de ugye a színészetet is mondták, meg nagyon sokáig úsztam is, tehát 11 évig úsztam versenyszerűen, de egyébként így 13 éves koromban alakult ki az, hogy én szeretnék ezzel foglalkozni, és hát mai napig, tehát tulajdonképpen ez marad valószínűleg, akkor is, ha vért iszadok. Nyíregyházi gyökerekkel rendelkezel, de már nem itt élsz, nem itt tanulsz, merre vagy most? Budapesten a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskolában fogok végezni. Ebben az évben. Mik a céljaid? Tehát most nem feltétlenül a továbbtanulásra gondolok, hanem arra, hogy akármennyire óvnak téged az iskolában, és most azért az érettségi évében vagytok, Kristóffal együtt, van esetleg terved, hogy jelentkezz oly kedvelt és közismert, nem tudom, televíziók esetleg műsoraiba, vagy külföldön esetleg énekelni? Vannak ilyen álmaid? Egyelőre nincsenek. Egyelőre megelégszem egy színművészeti egyetemmel.
szerintem is. Annak örülnék talán a legjobban. Hát tanulni szeretnék mindenképpen, és semmi esetre sem kihagyni egy évet sem az iskola évekből. Tehát ha nem vesznek fel a színművészetire, akkor megyek az építőmérnökire, a BME-re, de hogyha oda se vesznek fel, akkor is mindenképpen szeretnék tanulni. De akkor van egyedül olyan, hogy külföldi utazás esetleg, talán kimegyek egy évre külföldre, csak azért, hogy tanuljak legalább valamit. Céltudatos fiatal lányzót ismerhettek meg, kedves hölgyeim. Köszönöm szépen, Petra, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy énekeltél nekünk ugye Kristóf kíséretének kíséretében. Most pedig egy bejátszás jön, hiszen a közelmúltban Nyíregyházán járt Grecsó Krisztián, a József Attila díjas íróköltő, és Kollár Klemenc László zenész, mondhatni művészeti polihisztor. Ők ketten tartottak zenés irodalmi eset a megyei és városi könyvtárban. Ennek összefoglalója következik most. Ma nem lenne semmi, csak az a magától érzése. Éjjel benézett Margit, pedig nincsen nála asszony félése. A vékonyból vastag a kerek, viszont csak maradjon kerek. Ha fél kupa alkony, de csókolom én, már megyek. Hogyan kapcsolódik az életedben a zene és az irodalom? Én két rockzenekart buktattam meg egymás után. Az egyikben egyébként benne játszott kollégátok Bogár Zoltán is, és ő is bukott zenész, de ő belőle vágó lett, én belőle megíró, és az írósághoz azért sokkal jobban kapcsolódik, mert hogy a versnek azért terepe. Már a kezdetek óta folyamatosan terepe az, hogy a zenével együtt. Sőt, hát onnan indul a magyar léra, hogy a zene felől. És mostanában az a helyzet, hogy a verseskötetnek finoman szóval sincsen divatja, és új terepeket kerestünk, és ezek az új terepek régi terepek lettek, már jól ismert helyzetek, és hát büszkén valljuk azt, hogy tulajdonképpen ez az az iskola, amit Sebő Ferencék élesztettek fel a 70-es években, hogy az énekelt vers megtalálja helyét. Hogyan fogadja a közönség az énekelt verseket? Nyilván sokkal, de sokkal könnyebb elsőre befogadni, ha a zene segít. Ezek nyilván olyan megzenésítések, ahol a szöveget hagyjuk élni, tehát azért, hogy a versek tudjanak működni, és így nyilván tud dolgozni az emberekbe azonnal, tehát hogy mintha értelmezni segíteni a hangulatokat, és ez nyilván jól esik az embereknek. Újvidékről érkeztetek most, hogyha jól tudom, és ott hogyan fogadták az esteteket? Nagyon jól, nagy siker volt. Nagyon messze van a két hely egymástól, úgyhogy kicsit fáradt vagyok, de hát annál nagyobb örömmel. Mikor lesz új regényed? Jövő tavasszal jön az új könyv, ha minden igaz. Mondjuk eszembe jut az ide vonatkozó vicce a favágásról és a faragásról, de minden esetre csinálom folyamatosan, és hát az a biztos, ha már kész, de remélem, hogy legkésőbb a könyvfesztiválig megjelenik. Címét el szabad már árulni, vagy titok még? Jelmezbál az a címe. Mióta tart a barátságot Krisztiánnal? Hú, azt nem tudom, hány éve. Igazán ismertük egymást, de hogy a rájátszás az, ami úgy összehozott, hogy így elkezdtünk együtt dolgozni előbb, és aztán ebből nagyon hamar barátság lett. Nagyon hamar közös szilveszter lett, és aztán pedig barátság. Közös szilveszter az meghatározó, azt hiszem. Mennyire áll közel hozzád ez a, most azt mondom, hogy könyvtári esteknek a hangulata? Fontos ez az intim kapcsolat a közönséggel, amit itt nagyon könnyen ki lehet alakítani. És, szóval mindenképpen hozzám sokkal közelebb áll a korom miatt is már, meg nem egyébként is, szóval egyszerűen... Nem nagyon szeretem a tömeget. Szeretem ezt a kis légkört, szeretem, amikor lehet érezni az emberek sokkal jobban az emberek gondolatát, azt, hogy mit éreznek, sokkal jobban lehet reflektálni mindenre. Szóval egyszerűen ebben én sokkal otthonosabban mozgok. Majd kis szék rokok, majd lerofa rokok, majd tonna pille palac, majd egész sárga barak, barátságos üdött utca.
fél lefőd.